Sátoralja új helyen 7 éve, minden esztendőben, a Nemzeti Összetartozás napjának hetében magyar fiatalokat táboroztat a város. Az önkormányzat ezzel az önként vállalt feladattal segíti a határon túli és anyaországi fiatalok összekapcsolódását. A sikeres programhoz pályázatokból, alapítványi segítséggel, magánemberek felajánlásával jut forrás. A gyermekeinkért jótékonysági esten, amelyet április utolsó péntekén szerveztek meg, éppen az idei tábor javára gyűjtöttek adományokat. A gyerekekről, a felnövekvő korosztályról van szó. Nekik kell megérezni az egymást iránti kapcsolódást, a hazájuk szeretetét, az otthonuk, az ott létük szeretetét, és azt, hogy érezzék meg, mi mindnyájan ebben az országban és a Kárpát-medencében, akik magyarul beszélünk, és hozzáteszem, akik nem, azok is összetartozunk. Egy a lehetőségünk, egy a siker, és egy a bánat is. Nem először szerveztek jótékonysági estet a tábor és a határon túli gyermekek javára a városban, de először kapcsolódott össze a jó ügyért az önkormányzat és a Sátoraljaújhelyi Rotary Klub. Hogy a segítséget hosszabb távon gondolják, azt jelzi, hogy az esten részt vett a magyarországi szervezet kormányzója is, aki támogatásáról biztosította a helyi klubot. A Rotarynak is célja, a fő kiemelt célja ez éven a gyermekbénulás elleni oltás segítése, de nem is ez volt az igazi kapcsolódási pont, hanem van egy másik nagy projektje a Rotarynak, amikor határon túli magyar gyerekek szívátültetését finanszírozza itt Magyarországon, és itt találtuk meg Marikával a kapcsolódási pontot. Az adománygyűjtő műsor fő programja Hampel Katalin divattervező ruháinak felvonultatása volt. A stílus és tradíció jegyében megtervezett ruháit nem először láthatta már a sátoraljaújhelyi közönség. 2009-ben járt már hasonló célból a városban. A jótékonyság és a határon túli magyarok segítése nem áll távol a divattervezőtől. Nagyon nagy örömünkre szolgált most ez a meghívás, ami szintén jótékonyságról szól, hiszen az embernek nagyon fontos az az érzés, hogy valamiért tudott tenni, valakinek tudott segíteni. A kifutón is szerepelt, ezzel is az új helyi kezdeményezés mellé állt Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke, akinek szervezete maga is a magyar családok, a magyar nők támogatásában érdemei kiemelésében tevékenykedik, határon innen is túl. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan kötelessége minden embernek, éljen bárhol a világban, hogy a gyermekeket bármilyen nemzetiségűről beszélgetünk, vagy említünk, támogatni kell. Ha egy ilyen kis csepp tettel, hogy eljövünk egy divatbemutatóra, és csak örömet szerzünk, és ezáltal annak az örömszerzésnek az lesz a következménye, hogy boldogan többet adnak az emberek, mert kaptak is valamit, akkor már megérte. A műsorban a hagyományosan divatos ruhák felvonultatása mellett fellépett Sasvári Sándor színművész.